Müller Ádám nagyon jól ismeri az épületet, így nem is volt számára kérdés, hogy ez a hely teljes mértékben adott ennek a játéknak a kialakítására. Dombovárn és környékén gyakorlatilag egy hiányzik a szabaduló szoba, tehát az ötlet ugye egyetem volt, az épület tematika adott, ugye 1953-ban épült óvahelyként és forgalomirányítási helyszínként funkcionál épületről beszélünk, ugye két lépcsőház, három szint, 11 helységet tudnak ugye bejárni az érdeklődők, az ötlet így magától értetődő volt, hogy a helyszín adott, kész, miért, miért is ne készülhetne itt egy szabadulószoba a környékben és a helyben élő embereknek. Július 2-től indult a szabadulószoba, az érdeklődés ugye újdonság varázsa, tehát megvan, folyamatosan érkeznek az emberek, emberek most már hirdetés nélkül is folyamatos az érdeklődés, tehát mert egymásnak adják hát szerencsére az emberek az információt, hogy itt van ez a szabadulószoba. Visszajelzések eddig akár Facebook oldalon például 100%-ig pozitív visszajelzésünk van, Mindenki nagyon, mindenkinek nagyon tetszik a szabaduló szoba és az ötlet kivitelezésre mindenen együtt. Az elfoglaltságban ajánlott korhatár van. 14 év alatt a belépés ingyenes, annyi feltétele van a dolognak, hogy egy 18 éven felüli személynek kell mindenképpen részt venni a szabadulás közben alapvetően a 14 éves kor felett ajánlott, de hogyha esetleg család a baráti körrel egy 7-8 éves gyerek jön, teljes mértékben be tud jönni, ő is hasznos, hasznosíthatja magát ugye a szabadulás közben. Tehát alapvetően a maga a tematika az az óvóhely, tehát itt ala, egy vasúti kiállítás van berendezve, egy vasúti kiállítás, és a cél ja, az a szabadulószobának gyakorlatilag, hogy miközben szabadulnak a az érdeklődők, közben az egész kiállítás teret, az egész kiállítást ugye járják be, ismerkedjenek meg a kiállítással is, miközben ugye szórakoztató jelleggel ki kell szabadulniuk a bunkerből, ki kell törniük a bunkerből. Alapvetően a 60 perc áll mindenkinek a rendelkezésre a kiutáshoz, eddig egyébként mindenkinek sikerült az adott intervallumon belül kiútnia, az eddig rekord az 29,5 perc a kiutásba, itt viszont ugye fontos kiemelni, hogy egy kétfős, illetve egy hatfős csapat között természetesen lesz differenciálni, hiszen több szem többet lát, többféle gondolkodásmódú ember jön természetes, hogy esetleg rövidebb időn belül fog kiútni, akik hatan vannak, mint pedig akik mondjuk párban. Az ajánlott minimum két fő és maximum hat fő vehet részt a játékban. Az időpont foglalás elengedhetetlen a játékban való részvétel előtt. Időpont foglalást azt a Facebookon, illetve telefonon lehet egyelőre foglalni. Facebookos messengeres megkereséseket folyamatosan nézem, tehát a 24 órán belüli válasz garantálva van bármely foglalás esetén. Nyitvatartás az foglalás függő, tehát abszolút rugalmas rugalmasak vagyunk az időpont kezelésbe, szólnak, hogy szeretnének jönni, megbeszéljük az időpontot, az este 90%-ában az időpont egyébként megfelelő, tehát akár ha délelőtt szólnak, délután már tudunk, tudnak is jönni és ki tudnak szabadulni a bunkerből. Az élmény még nagyon új, de a fiatal Müller Ádám szeretné továbbfejleszteni a bunker szabaduló szobát a közeljövőben. Téli időszakra van egy nagyobb szabású terv, ugye télen itt 0-3 fok közötti hőmérséklet, ha lecsökken az épület, tehát egy órát eltölteni azért ebbe a hőmérsékletben nem éppen kellemes. Időtöltés így termoruházatba lehet majd ugye jönni, itt be tudnak költözni, forró ital, fogyasztás lehetősége is adott lesz, és egy teljesen új tematikát, egy teljesen új feladatkör fogunk készíteni, hogy aki esetleg járt már a szabadulószobába, az télen is el tudja jönni, egy teljesen új élményt kaphasson meg új fent. Egy, egy szabaduló játék van jelenleg, itt ugye 11 helységet, két lépcsőház három szint és 11 helységet bejárnak az érdeklődők, az egész épületet bejárják, ezt ugye egy feladatkör alatt teszik meg. A fiatal kiemelte, kiknek a segítségével és közreműködésével jöhetett létre ez a szabaduló szobajáték. A koncepciót is felvázolt a stábunknak, ugyanakkor titkokat nem árult el. A megvalósításban segítségemre volt a MÁV, a Dombovári városépítő Egyesület, illetve Dombovár Város önkormányzata is abszolút támogatja a törekvést, illetve Sárközi György jó barátomnak is köszönhetek segítséget, ő ugyanis országszerte már 13 szabaduló szobát tervezett, és segített nekem a konkrét feladatok kivitelezésében és megvalósításában. Alapvetően ugye különféle logikai feladatok alapján kell megoldaniuk például ugye lakatkinyitást, tudnak megoldani ugye uv fényel feliratkeresést, videó megtekintés alapján kell megtalálniuk például titkos írásokat, különféle helyeken, képeknél, feliratoknál elrejtve, bizonyos feliratokból kell ugye kikövetkezhetni a következő lépést, és így szépen fokozatosan végig fogják járni az egész épületet, mind a 11 helységet. Kikapcsolódás és egy kis fejtörés jellemző erre a nagyon jó programra.